Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A liceumról egy kicsit nehéz beszélni, hiszen, mint tudjuk, nagyon sokan, nagyon sok mindent megírtak már róla. De hogyha a levéltárak mélyén kutakodunk, akkor azért még itt-ott akadnak olyan részletek, amiket talán érdemes megemlíteni és beépíteni egy előadásba, hiszen valahol színesítik azt a képet, amit már valamilyen szinten ismerünk az épületről, annak múltjáról, az abban működött intézményekről és az ott dolgozott emberekről, vagy éppen azokról, akik csak turistaként, látogatóként keresték fel az épületet annak idején. Számos településnek van olyan épülete, amely annak egyik jelképévé vált. Ennek különféle okai vannak, hogy melyik miért, az épület kora, annak a rendeltetése, használati cél vagy bármi egyéb más. A líceum azonban többennél, mert a múltjában olyan dolgok is találhatóak, főleg művelődéstörténeti vonalon, amelyek országosan is meghatározóak voltak, az élvonalba tartoztak először, vagy éppen második alkalommal, de itt ebben az épületben történtek meg, jöttek létre, zajlottak le. Olyannyira, hogy az idők folyamán ez az épület lett Magyar Aténnak a jelképe, hiszen Egert valamikor ugye így is hívták, hogy Magyar Atén, a kultúrája és az iskolaváros jellege miatt, és én most arra próbálok kísérletet tenni egyrészt, hogy megválaszoljam azt, hogy mivel érdemelte ki ez az épület ezt az elnevezést, illetve bemutatni azt, ahogy már rendőr említette, nem egyszer ismételve ma már ismerteket, hogy mi minden volt ebben az épületben. Mert azon túlmenően, hogy oktatási célra épült, ezen túlmenően, majd mint erre a későbbiekben sor fog kerülni, hallhatjuk, azért egészen más funkciók is működtek benne, még akkor is, hogyha ezt a fenntartó egyházmegye, az érsek, vagy éppen a benne tanulók, dolgozók nem szerették volna. Ahhoz azonban, hogy többé-kevésbé teljes legyen a kép, ott kell elkezdenem, ahol elkezdődött magának a liceumnak a története is. Ez pedig ugye az egri egyetemi gondolat, aminek a megvalósításával létrehozták ezt az épületet annak idején. Maga a gondolat Barkóczi Ferenc püspöktől ered, aki egy nyilvános háromfakultásos felsőoktatási tanintézetet tervezett megvalósítani. Alapját a Telekes István püspök által 1705-ben alapított egri szeminárium és a Foglár György kanonok által 1740-ben létesített jogi iskola jelentette. Barkóczi 1754-ben átszervezte az egri szeminárium oktatást, és azt az addig végző jezsuiták helyett saját egyházmegyéjének papjaira bízta. Az új tanév 1754. november 5-én nyílt meg. Ekkor a püspök bejelentette, hogy a következő esztendőben beindítja a bölcsészeti kurzust, és ehhez a két fakultásos iskolához hozzákapcsolja a jogi iskolát, és nyilvános rangra emelteti az intézményt. 1755-ben a gimnáziumi tanulmányokra épülő két éves bölcsészeti oktatás meg is kezdődött. 1760-ban egy újabb lépést tett a püspök a megvalósítandó intézmény fele. Kassáról Egerbe költöztette az ottani papnevelő intézetet, és így egyesítette azt az egrivel. Barkóczi azonban 1761-ben elkerült Egerből, hiszen Mária Terézia esztergomi prímássá, illetve érsekké nevezte ki. Ugyanebben az esztendőben a tanulmányügyek legfőbb patrónusa is lett. Az ő felügyelete alá került az összes magyarországi felső és középfokú oktatási intézet. Utóda Eszterházy Károly lett, mint tudjuk, aki elődjetervét továbbfejlesztve már egy négyfakultásos egyetemet szeretett volna létrehozni. Elgondolását 1763. októberében nyújtotta be Mária Teréziának. A királynővel folytatott tárgyalásai során azonban semmire sem kapott ígéretet, hanem az uralkodó kiadta Barkóczinak véleményezésre a kérelmet, aki azonban nem javasolta az állami elismerés megadását annak ellenére, hogy ennek az intézménynek ő volt a kezdeményezője. 1777-ben megjelent az országos tanulmányi rendtartás, a Ratio Educationis, amely szerint az érsekek, püspökök által létesített és fenntartott főpapi liceumok a bölcsészeti, a hittudományi és esetleg a jogi karral a főiskolák harmadik lépcsőfokán állnak. Az egri püspöki iskola ennek a rendelkezésnek a keretében kapta meg szervezeti formáját. Egy 1784-ben kelt helytartó tanácsi rendelet értelmében jogi
és filozófiai oktatás csak az egyetemen, valamint a királyi akadémiákon folyhatott. Így ennek a tanévnek a végével ezek tanítása Egerben megszűnt. A pakkézés ekkor még megmaradt olyan formában, hogy központi szemináriumot hoztak létre Egerben, de 1786-ban a felsőbb hatalom ezt is felszámolta, így ekkortól az egri kispapok is Pesten tanultak. Második József 1784. októberében Egerben látogatott. Eszterházy a vele való tárgyalás során azt javasolta, hogy a Budáról Pestre áthelyezett és ott helyhiánnyal küszködő egyetemet ideiglenes jelleggel helyezzék át ide Egerbe a Líceumba. A király azonban elutasította a javaslatot, illetve az elgondolást. A püspök azonban a már említettek ellenére sem adta fel, immár több évtizede megvalósíthatatlan tervét az egyetemi rangról. Ezt támasztja alá az 1790-ben II. József halálát követően Zemplén vármegyéhez intézett levele, amely a líceumi oktatással is foglalkozott. Idézem, így tehát novembernek első napjától fogva tanítatni fognak Egerben a legszükségesebb tudományok, melyek tanítattak annak előtte is, úgy mint teológia, filozófia és a magyar törvény, mindazonáltal, ha csak ugyanaz haza szükségesnek fogja állítani, hogy a fejebb említetteken kívül egyéb tudományoknak is légyen Eger tanítóhelye, kivált az én főkormányzásom és vigyázásom alatt, örömömre lészem, ha ezzel is hazámhoz való szeretetemet megbizonyíthatom. Mivel Eszterházy levelében említés történik a teológiai, a filozófiai és a jogi oktatás visszaállításáról is, az egyéb tudományoknak a tanítása alatt csak a korábban már megvalósult orvosképzést és esetleg a rajzoktatást érthetjük, vagyis a teljes négy fakultásos egyetemet. A Líceumban folyt oktatás saját hatáskörben történt visszaállítása azonban még időben és működési feltételekben is eltért a később már államilag elismertől. Egy hosszas levelezést követően csak 1792-ben kapta meg a nyilvánossági jogot a működéshez, sekkor lett államilag elismert intézmény, miután Eszterházynak és a helytartó tanácsnak sikerült megegyezni a működés valamennyi szervezeti és anyagi feltételében. Az állami elismerésnek az elnyerését követően ezt írta a püspök Orci József főispánnak. Azon örvendezése a méltóságos úrnak, melyet utóbbi levelében az egri liceumnak visszaállításáról, egyszeres, mint pedig annak díszéről és hasznáról jelentett, annyival nagyobb vigasztalásomra szolgál, mennél jobban tapasztalhatom abból is, hogy azon liceumnak költséges felépítésével kívánt célomat elérhettem. Nem is kívánok én egyebet, hanem hogy hazám fiai és azok között az én pajtársaim is azon iskolaházat a szükséges tudományoknak megszerzésében hasznokra fordíthassák. Így szól tehát az a levélrészet, amelyet Eszterházy írt, és ebből derül ki az, hogy csak ekkor 1793-ban adta fel az egyetem létesítésére vonatkozó tervét. A püspök az évtizedek során történteket követően az említett hosszas levelezésnek a végén vette tudomásul, hogy a Líceumnak nem lesz egyetemi rangja. Ekkor, és ez jelentette az eredeti tervének, és a II. József halálát követően újjáélet reményeinek végleges feladását. Nem csak a felsőfokú tanintézet, hanem annak első épületterve is Barkóczi Ferenc püspök nevéhez fűződik. 1761-ben a főpásztor utolsó egrévében felmerült annak szükségessége, hogy a teológia és a bölcsészeti kurzus hallgatóinak részére új tantermekről, a tanároknak pedig lakószobákról gondoskodjanak, mert lassan kiszorultak a szemináriumból. Mivel a jogiskolának ekkor még nem voltak hely problémái, a püspök csak a teológiai és filozófiai oktatásból álló püspöki iskola elhelyezésének tervével bízta meg bécsi építészét Gerl Józsefet. Barkóczi azonban, mint már említettem, 1761-ben elkerült Egerből. Gerl 1761-ben Vácra utazott az akkor még ott püspök Eszterházy Károlyhoz, aki kiegészítette Barkóczi elképzeléseit. Ekkor került be az épület tervébe a csillagásztorony és a nyilvános könyvtár. Gerl az 1762. október 1-én Egerben tartott konzisztóriumi ülésen kapott megbízást az egyetemi épület terveinek kidolgozására. Ez az első elképzelések szerint még csak egyemeletes lett volna, két héttel később azonban a joghallgatók épülete, vagyis a Foglár Kollégium, azaz az angol kisasszonyok mai épülete,
aminek a helyén állt a kollégium, életveszélyesen megroskadt, ezért a tanítást azonnal be kellett szüntetni. Az új helyzetben olyan döntés született, hogy a joghallgatók előadó termeit is a tervezett egyetemi épületen belül kell biztosítani. Az épület alapozási munkálatai 1763. márciusában kezdődtek. Eszterházy megnesztelve Gerl Józsefre, az építés második évétől kezdődően Fellner Jakabot bízta meg a munka folytatásával. Fellner általában Gerl alaprajza és tervei szerint dolgozott, és 1780-ban bekövetkezett halála után Pallérja, Grossmann József vette át a helyét. Az építkezés 1774 őszére került olyan fázisába, hogy az épületben annak befejezetlensége ellenére ez év november 8-án megindulhatott a tanítás. Egy évszázaddal később, 1873-ban Wöchler Alajos, a Licon gondnoka, az érseki székét abban az esztendőben elfoglalt Samassa Józsefnek, egyebek mellett ezt jelentette a Liceum állapotáról. Idézem. Az épület északi szögletén régtől fogva nagyobbszerű repedések mutatkoznak, melyek különösen az ablakoknál, az egész falvastagságon keresztül, mind a három emeleten át egész a tetőzetig felfutnak. Ezen repedések szakértők véleménye szerint onnét származnak, hogy azon a helyen a talaj legalább kezdetben nem volt eléggé tömör, s így az épület süppett. A szóbeli hagyomány azt tartja, hogy azon a helyen hajdan mocsár volt, és ott a fűfalakat cölöpökre építették. Írta a gondnok. Majd így folytatta. Sokkal veszélyesebbnek látszik azon körülmény, hogy a második emeleten létező nagyobb teremboltozata beomlással fenyeget. Ugyanis a fűfalak egész hosszában, valamint a boltívek közepén is veszélyes repedések mutatkoznak. Hogy a roppant súlyos boltozat itt, valamint a mellette lévő szögletteremben is a fűfalakat kifelé feszíti, mutatja azon körülmény, hogy a falban lévő nagy vaskapcsok már két ízben is kiszakadtak. Jelenlegi házgondnok 6 évvel ezelőtt új és erős vaskapcsokat húzatott be, és látható, hogy ezek végei már ismét kifelé görbültek. A levéltári adatokra támaszkodó építéstörténet szerint a torony alatti részen eredetileg vizes árok húzódott. 1889-ben Egerben járt Ybl Miklós, hogy a főszékes egyház felújítására részletes tervet dolgozzon ki az érsek számára. Nem sokkal később arról értesülünk, hogy a Liceum tetőzetére alkalmazandó hófogó rostélyok és levezető csatornák Ybl Miklós tervezete folytán még ebben az évben elkészülnek. Az első világháború eseményei érintették a Liceumot is. Ilyen volt például az az eset, amikor Szmecsányi Lajos érsek azt írta Miskolcra a katonai építési osztálynak, hogy értesülésem szerint a közeli napokban fogják hadicélokra leszedni és elvinni az Egri Liceum épületének vörös részből készült lefolyó csatornáit. 1925-ben Eszterházy Károly püspök születésének 200. évfordulóján kezdődött és három esztendőn át tartott az épület renoválása. A munkát Velder Gyula műegyetemi tanár irányította, és az ő tervei alapján készítette el Zala György szobrászművész az előcsarnok falán látható Eszterházy Károly emléktáblát. A II. Világháború során az épületet több találat érte. A kápolna freskórájának restaurálása során a karzat felett egy tenyérnyi és két kisebb felületen belövés nyoma látszódott. Az épület tornya is megsérült. Eszterházy többek javaslatára, a csillagvizsgáló tervezésére Helmiksát kérte fel, aki már 1762-ben munkához látott. A püspök ugyanebben az esztendőben kiküldte hozzá Bécsbe Balajti Máté nevű papját csillagászatot tanulni. Mivel Balajti végül nem felelt meg a várakozásoknak, Eszterházy 1774-ben az egyházmegye egy másik papját, Madarasi Jánost küldte ki Bécsbe. Az 1808-ban feltűnt üstökös alkalmából Fischer István érsek elhatározta, hogy amint egy 20 év óta igazgató húján szünetelő egri csillagvizsgálót helyreállítatja. Választása Tittelpárra esett, aki 1810. szeptemberében Bécsben kezdte meg csillagászati tanulmányait. 1818-ban új műszerek beszerzését kérelmezte Tittel, de eredménytelenül. Ennek elmaradása nem tette lehetővé a munkát az elavult csillagdában, és 1824-től a Geléthegyi csillagvizsgálóban folytatta pályafutását. 1851. április 15-én Bartakovics érsek Albert Ferencet Tittelpár egykori tanítványát az egri érseki könyvtár könyvtárosává,
liceumi tanárrá és a csillagvizsgáló igazgatójává nevezte ki. Neki is szembesülnie kellett azzal, hogy a csillagvizsgáló elavult műszereivel nem lehet dolgozni. Az új igazgató 1852-ben meteorológiai megfigyelő állomást rendezett be a csillagdában. Az 1800-as évek második felében az épület kapusa azért is pénzt kapott, amiért a csillagdában a delet és az időváltozást jelzi, a tornyot és az eszközöket tisztán tartja. 1896-ban a millénium alkalmából az akkor már muzeális értékű műszereket helyreállították, és többet az ezredéves kiállításon is bemutattak közülük. Az első világháború után a megszűnt Ógyallai csillagvizsgáló igazgató helyettese azt kérte az érsektől, hogy az általa megmentett csillagászati eszközöket a megfelelő átalakítások elvégzését követően az egri csillagvizsgálóban helyezhesse el. Az érsek a kérést elutasította. A csillagvizsgáló, mint a liceum egyik nevezetessége, ha korlátozottan is, de látogatható volt bárki számára. Ennek mikéntjét is meghatározták a liceum egészére érvényes szabályzatban. Ebben egyebek mellett az szerepel, idézem, az érseki liceumban a látogatók megtekinthetik a második emeleten a múzeumnak összes gyűjteményeit, a toronyban a csillagvizsgáló legfelső emeletét. A csillagvizsgáló múzeumát csak tanulmányozás céljából szakférfiaknak szabad megnyitni. Hétfőn, a takarítás napján látogatókat a liceumba vezetni nem szabad. A második világháború idején az épület tornya is megsérült, és kár keletkezett a csillagászati eszközök egy részében is. És most következzen az a terem, ahol éppen vagyunk, a díszterem, amelynek ugye mennyezett freskóját, mint tudjuk, Franz Igriszt festette, és 1780-ban kötött erre szerződést. Ami látható a freskón, az a négy egyetemi fakultás, a jog, a teológia, a filozófia és az orvostudomány. A teremben a régi székesegyház lebontásától kezdődően a mai bazilika, akkor még csak főszékesegyház, 1837-ben történt felszenteléséig kápolna volt berendezve a tanulói ifjúságnak, mert a liceumi kápolna ugyanebben az időszakban a káptalani szentmiség megtartására szolgált. Az 1860-as évek második felében azt írták róla, hogy a liceumban az első emeleten van, mégpedig a nyugati oldala közepén a magas, úgynevezett vitatkozási terem, mely nevét onnan nyeri, hogy elébb az ünnepélyes vizsgákat ott szokták volt megtartani. A 19. század második felében több mindennek adott helyet ez a terem. 1868-ban Egerben volt a magyar orvosok és természetvizsgálók 13. nagygyűlése, amelynek közgyűlését ebben a teremben tartották. Ugyanakkor szintén a 19. század második felében több alkalommal használták festmények kiállítási helységeként is. Két példát mondanék erre. 1874-ben Hörmann főhadnagynak, a Bécsi Festészeti Akadémia egykori növendékének két balatoni vidéket ábrázoló festménye volt itt kiállítva, amelyeket meg is lehetett vásárolni. Kissa Lajos, egri ipariskolai rajztanár és festő 1886-ban egy Murillo másolatot készített a Mérai templom részére, amelyet szintén itt állítottak ki. Ugyancsak az 1800-as évek második felében hangversenyek színhelye is volt ez a terem. Zongora művész játéka épp úgy hallható volt e falak között, mint például 1871-ben Nagy Jakab Tilinkó művész előadása. Ugyancsak 1871-ben például egy 30 tagból álló Bajor Pasió társulat tartotta itt az előadásait. Eszterházi püspök 1792. szeptemberében hívta meg Baumhulbercset Egerbe, ahol szeptember 25-én kötötték meg a szerződést a kápolna freskójának megfestésére. A berendezés a mennyezet freskó elkészülését követően kezdődött meg. 1794-ben kötötték meg Mózer József egri szobrásszal a szerződést az oltár, a szószék és a tabernákulum szobrászati munkáinak elkészítésére. Az oltárkép Hessz János 1813-ban készült alkotása. Egy 1829-es adat szerint a növendékek a téli időszak kivételével minden nap szentmisét hallgattak a kápolnában. A kápolna a főszékesegyház építésének ideje alatt, mint az előbb erre már utaltam, a káptalani szentmiség megtartására szolgált.
Leltár szerint még a 19. század végén is felszerelési tárgyai között volt egy 1757-ben készült ezüstkehely, amely a felirata szerint Barkóczi Ferenc püspök felsőtárkányi forkontraszti kastélya számára készült. A kápolna padjait 1959-ben a Maklári táplomba szállították el, és ezt követően az Egri Főegyházmegyei Könyvtár baroktermen kívüli könyvanyagának adott helyet, sekrestjeiben pedig olvasótermet rendeztek be. Ezt az állapotot Antal Lúciaos könyvtár igazgató számolta fel a rendszerváltás időszakában. Az egykori színházterem a második emeleten a díszterem mellett volt. A termet ténylegesen is használták eredeti funkciójának megfelelően. Korabeli adatok tanúskodnak arról, hogy 1793-ban a kispapok a Liceum színház termében mutatták be farsangi darabjukat. 1795-ből három itt bemutatott előadásukról is van tudomásunk. Az 1850-es évek első felében az olvasható róla, hogy van a színteremben jó nagy nézőhelyen és színpaddal, melyen azelőtt a tanuló ifjúság, utóbb műkedvelők és rendes színésztársulatok is játszottak. Egy idő óta elhagyott állapotú. Az 1860-as években azt jegyezték fel róla, hogy ezelőtt forma szerinti színháznak volt berendezve, most azonban más rendeltetést vár. Ennek 1871-ben jött el az ideje, amikor múzeum létesült a teremben. A Liceum kályháit Mágner Károly győri fazekasmester készítette, akinél 1775-ben rendelték meg az első szállítmányt. Az épületben azonban használtak vaskályhákat is, 1891-ben a Jogakadémia helységében, 1903-ban pedig a Liceumi nyomda szedőtermében ment közülük tönkre egy-egy. Ebben az időszakban már újabb készítésű cserépkályhákkal is fűtöttek. Mivel a Liceum eredetileg oktatási célokra épült, ezért az épületben működő intézmények sorát az iskolák bemutatásával, illetve rövid ismertetésével kezdeném. Elkerülendő az óhatatlanul szubjektív rangsorolást, egyszerű időrendet fogok követni. Az 1705-ben Telekes István püspök által alapított Egri papnevelő intézet 1774-től szintén a Liceum épületében működött. II. József 1783 áprilisában Magyarországra vonatkozólag is elrendelte a Többegyházmegye papnövendékeinek oktatására szolgáló központi szemináriumok megszervezését és az egyházmegyei szemináriumok megszüntetését. Az új intézmények helye 1784-ben Pozsony, Eger, valamint Zágráb lett. Ez az állapot azonban nem sokáig maradt fent, mert 1786-ban a király rendeletére az Egri és a Zágrábi intézet megszűnt, és a kettőt összevonva ugyanez év őszén Pesten a Pálos Kolostorban nyílt meg. A király halála után II. Lipót 1790-ben megszüntette a központi papnevelő intézeteket, és ekkortól kezdődően ismét voltak egyházmegyei szemináriumok. A jogi iskolát Foglár György kanonok alapította katolikus ügyvédképzés céljából, amelyet az 1741. évi 44. törvénycikkel az országgyűlés is elismert. Az oktatás az 1740-41-es tanévvel indult a szemináriumban. Mivel ebben az időben Erdélyt nem számítva csak a Nagyszombati Egyetemen volt jogi oktatás, az Egri Jogi Iskola időben a második lett az országban. 1744-ben Foglár megvásárolta önálló iskolaépületnek az akkor elhunyt Handler György Ignác kanonok lakóházát, amely az Angol Kisasszonyok Intézetének helyén állt. Az átalakítási munkák végén 1754-ben ide költözött át az intézet. 1762-ben életveszélyessé vált, ezért az iskolát bezárták, és az oktatás csak a helyreállítás után indult újra 1766-ban. 1774-ben annyira előhaladtak a Liceum építési munkálatok, mint erről már szintén említést tettem, hogy ekkortól itt folyhatott az oktatás. Az 1848-as forradalom és szabadságharc után 1850. februárjától a helytartó tanács bezáratta az intézményt, amely 1861-től folytathatta csak működését. 1923-ban az intézménytől megvonták az államsegélyt, azzal az indoklással, hogy a magyar jogi iskolák, illetve jogakadémiák túl sok jogászt képeznek. Ekkortól az intézet kizárólagos fenntartója az érsek és a székes főkáptalan lett. A Jogakadémiát 1948-ban államosították, majd a következő esztendőben 1949-ben megszüntették. 1754-ben
Az átszervezett EGRI papnevelés tanévnyitóján Barkóczi Ferenc püspök bejelentette, hogy a következő esztendőben beindítja a bölcsészeti kurzust, és ehhez a két fakultásos iskolához hozzákapcsolja a jogiskolát is, és nyilvános rangra emelteti az intézményt, mint ezt már szintén említettem. 1755-ben a gimnázium tanulmányokra épülő két éves bölcsészeti oktatás meg is kezdődött. Az 1848 és 49-es forradalom és szabadsághoz leverését követően azonban az osztrák hatalom Magyarországon is bevezette az Entwurfot, az osztrák oktatási rendszert, amely a korábbi hatosztályos gimnázium és a két évfolyamos bölcsészeti tagozat egyesítésével létrehozta a 8-osztályos gimnáziumot, amely Egerben a Ciszterci gimnáziumban valósult meg. Mivel a papképzéshez szükség volt erre az oktatásra, ezért érseki rendelkezésre csak a kispapoknak ismét indult a líceumban bölcsészeti osztály, amelyben egyházmegyei papok oktattak. Eszterházy Károly püspök 1762-ben a püspöki iskolában az oktatási anyagot a csillagászati ismeretekkel bővítette, amely azonban később megszűnt. Miután 1819-ben az uralkodó Bécsben elrendelte a csillagászati oktatás ottani bevezetését, Fischer István érsek utasítására a liceum tanrendjébe is bekerült ez a tantárgy, amelyet Tittel Pál oktatott. Tittel azonban 1824-ben Budára távozott. 1851-ben Bartokovics Béla érsek Albert Ferencet, Tittel Pál egykori tanítványát nevezte ki a csillagvizsgáló igazgatójává, aki a líceumban rendkívüli tantárgyként csillagászatot is oktatott. Ez volt az utolsó ilyen alkalom, és ő volt a líceum utolsó csillagásza is egyben. Ugyancsak Eszterházy Károly püspök 1763. októberében terjesztette Mária Terézia királynő elő az EGRI Egyetem tervét. Ebben egyebek mellett ezt írta. A felségednek legmagasabb elhatározása folytán biztosítva lesz az egyetemnek Egerben való felállítása, arra fogok törekedni, hogy az orvostudomány tanításának behozatalához szükséges alapokat is megszerezzen. Markóth Ferenc 1767-ben azzal terjesztette Eszterházy Károly püspök elé az orvosiskola tervét, hogy csupán a hazaszeretet erejében bizakodva ingyen vállalkozna az orvostan elméleti és gyakorlati oktatására. 1769. november 25-én 10 hallgatóval elkezdődött Egerben az orvosi iskolában a tanítás, megelőzve ezzel a később Budára áthelyezett Nagyszombati Egyetemet. A püspök 1772-ben kérte az orvosi fokozatra való képesítés jogát, s bár ezt támogatta a kancellár és az ankancellár is, mégsem adta meg az uralkodó, mert ekkor már működött a Nagyszombati Orvosi Fakultás, mégpedig a királynő saját tanintézeteként. Ennek következtében az EGRI Orvosi Iskola 1775-ben megszűnt. Ez volt egyben az első magyar orvosi iskola is, amely azonban nem a líceumban működött. Az épület építése ugyanis, mint említettem, csak 1774-ben jutott oda, hogy elkezdődhetett benne a tanítás. Ennek ellenére két pontján is a líceumhoz kötődik. Az egyik az, hogy a líceumba tervezett teljes négyfakultásos egyetem részeként jött létre, a másik pedig az, hogy Markóth Ferenc a líceumban még az iskola megszűnése után is folytatott alacsonyabb szintű oktatást. A helytartó tanács 1780-as években lépéseket tett annak érdekében, hogy a püspök állítson fel egy rajziskolát a líceumban. A főpásztor azonban elzárkózott ettől annak ellenére, hogy 1773-ban bevezette a rajzoktatást a Foglár kollégiumban, és azt a bentlakó jogász hallgatók számára kötelezővé is tette. Az iskola 1778 után jelentkezők hiányában megszűnt, mert ebben az esztendőben Budán az egyetemen is bevezették ezt a tantárgyat. Az orvosi iskolához hasonlóan az EGRI rajzoktatás is első volt az országban. Pirkel János László érsek 1827. októberében rajziskola megszervezését határozta el. A helytartó tanács 1828. májusában adta meg a nyilvánossági jogot, és működési helyéül a liceumot jelölte ki. A líceumban volt alsófokú oktatás is. Ez úgy került az épületbe, hogy Egerben nem építettek külön iskolaépületet a normaiskola elhelyezésére, hanem annak három osztályát a líceum elkészültét kivetően ott helyezték el. Eszterházy 1799-ben azt írta, hogy a líceumban tetszésem szerint elemi iskolák is működnek. Pirkár János László szepesi püspök 1819-ben székhelyén német nyelvű tanítóképző intézetet hozott létre, majd 11 esztendővel később, mint egérések megalapította az első magyar nyelvű tanítóképző Egerben. Kezdetben két éves volt a képzés,
és először a Foglár Kollégiumban működött. 1870-ben érseki rendeletre az 1870-es tanévtől kezdődően az addigi két évfolyam mellett a harmadikat is be kellett vezetni. 1874-ben megszűnt a női tanítók képzése, mert az Angol Kisasszonyok EGRI Intézetében létrejött tanítónőképzőben elkezdődött az oktatás. 1882-től kezdődően a végzettek csak egy éves tanítási gyakorlat után tehettek képesítő vizsgát. Samasa József érsek 1883-ban kötelezővé tette a negyedik évfolyam bevezetését is. 1919. márciusában államosították az intézetet, de a tanári kar a helyén maradt. A vallás- és közoktatási miniszter 1920-ban 6 évfolyamúvá tette a tanítóképzőket. Ez az állapot azonban nem sokáig maradt így, mert 1925-ben már 5 évfolyamú tanterv került bevezetésre. Az államosításig közel 6000 tanító szerzett itt képesítést. 1919-ben Leány felső kereskedelmi iskola jött létre az Angol Kisasszonyok EGRI Intézetében. A fiúk részére 1921-ben szervezni kezdett felső kereskedelmi iskola szellemi atya Subik Károly érseki titkár volt. A minisztérium 1921. szeptemberében adott engedélyt az intézmény működéséhez. A tanítás október 17-én kezdődött 31 tanulóval, a liceum második emeletén két teremben. 1940-ben felsőbb utasításra az iskola kereskedelmi középiskolává lett átszervezve. Bartokovics Béla érsek 1851-ben létrehozta az egyházmegyei tanodai hivatalt, és meghatározta az egyházmegyei tanügy szervezetét és teendőit. 1874-ben Samasa József érsek megszervezte az EGRI főegyházmegyei tanfelügyelőséget, amelynek keretei megegyeztek a tanoda hivataléval, de részletesebben határozta meg a tanfelügyelőség feladatkörét. A hivatal a liceumban kapott helyet, és 1948-ban az egyházi iskolák államosításakor szűnt meg. A barokk könyvtárteremben már volt egy séta, ezért az EGRI főegyházmegyei könyvtárhoz érve szeretnék annak múltjából megemlíteni. Magának a könyvtári állománynak a kialakulása az 1760-as évek közepe tájától datálható. Eszterházy 1777. májusában nevezte ki Torner Ignác addig eperjesi adminisztrátor személyében a könyvtár első könyvtárosát. 1781-ben kezdődött, és 1785-ben fejeződött be az az Európa nagyobb részére kiterjedt könyvbeszerzési folyamat, amelynek során a könyvtár alapgyűjteménye létrejött. Ebben a püspök legfőbb segítője Giuseppe Garampi nuncius volt. Az ország első nyilvános könyvtárát Klimó György pécsi püspök nyitotta meg 1774-ben 15 000 kötetes állománnyal. A második főpapi könyvtár a Kalocsai lett 1784-ben 15 000 kötettel. Ezt követte az 1793. december 28-án megnyitott EGRI könyvtár, amely a pécsi után az ország második nyilvános könyvtára lett. Megnyitásakor 16 000 kötetes állománnyal rendelkezett, amelyhez aztán később hozzájött Eszterházy hagyatéka, és így több mint 20 000 kötettel rendelkezett a püspök halálát követően. Eszterházy kezdettől fogva nyilvánosnak tervezte a könyvtárat. Ezt végrendeletében is megerősítette, de meghagyta, hogy az elveszés veszélye miatt könyveket kölcsönadni nem lehet. Fischer István érsek 1814-ben egyházmegyeinek nyilvánította a könyvtárat, és megállapodott a káptalannal, hogy tagjainak könyvei a jövőben erre a könyvtárra maradnak. A könyvtár állományából többet is kiállítottak 1896-ban az ezredéves kiállításon, köztük Mikes Kelemen leveleit is. 1902-ben Gárdonyi Géza két alkalommal diplomokat vásárolt a könyvtár állományából. A vásárlásokat az író saját kezüleg örökítette meg két névjegykártyájának hátoldalán. Ez egy névjegykártya lenne méghozzá Gárdonyi Géza névjegykártyája, amelynek hátoldalára saját kezüleg jegyezte fel azt, amikor 1902-ben könyveket vásárolt a könyvtártól. A szövege az egyébként az lenne, hogy főtisztelendő és nagyságos Mihelek Manó úrnak, könyvtárosnak fizettem különféle könyvekért 13 koronát, és zárójelben ott van, hogy duplum könyvekért. Alatta pedig a dátum, hogy 1902-ben, és Gárdonyi aláírása. A könyvtár, mint a liceum egyik nevezetessége, megtekinthető volt bárki számára.
Az 1930-as évek elején ennek látogatási rendjét is meghatározták a líceum egészére érvényes szabályzatban. Ebben egyebek mellett az szerepel, hogy az éseki líceumban a látogatók megtekinthetik a földszinten a lapidáriumot, az első emeleten a dísztermet, a könyvtár nagytermét és a kisebb termet is, hol Mikes Kelemen kézirata van, valamint a kápolnát. 1949-ben az épületben működő állami főiskola lepecsételte a könyvtár helységeit, és ez az állapot 1954. novemberéig tartott, amikor is a könyvtár újjáélesztője Iványi Sándor lett. A könyvtárak többsége mellett a 18. században sok más gyűjteményt is létrehoztak. Az Egri Főegyházmegyék könyvtárat alapító Eszterházy Károly püspök pénzéremű gyűjteményt hozott létre, és azt az Egri Egyházmegyére hagyományozta. A líceumban jött létre a magyarországi első nyilvános és állandó képzőművészeti és egyben képkiállítás is. A művészettörténet Brukentál Sámuelnek az erdélyi Nagyszebenben 1817-ben megnyitott gyűjteményeit tartja az első nyilvános magyarországi képkiállításnak. Kazinczy Ferenc levelezése azonban azt bizonyítja, hogy Egerben már fél évtizeddel korábban megnyílt egy kiállítás a líceumban. Fáy János későbbi debreceni polgármester ugyanis legkésőbb 1812-től kezdődően képgyűjteményének egy részét Egerben állította ki, itt a líceumban. Kazinczy Ferencen kívül Bajkai Pál festő is írt erről 1819-ben. Ehhez kiegészítésül szeretném hozzátenni, hogy az éseki palota líceummal szomszédos szárnya egy ide kapcsolódó elsőséggel is bír. Ez az épület volt hazánkban az első, amelyben már a felépítése előtt eleve terveztek képtárat is. Ebben volt elhelyezve Pirkei János László ések képgyűjteménye, amely 1836-tól 1844-ig, mármint a Magyar Nemzeti Múzeum képtára elsőként itt volt látható az országban. 1860-ban a Kazinczy Ferenc emlékéül alakult Egri Olvasó Nőegylet a következő évben a politikai hatalom betiltotta. 1867-ben az egyesületi élet folytatásakor Heves megyei jótékony nőegyleté alakult át. Korábban az egyesület az irodalompártolás és a szegények fölkorolása mellett a művészet ügyét is támogatni kívánta. Remellai Gusztáv író egyik levelében azt ajánlotta, hogy az összegyűjtött pénzből festessék meg az Egri vár 1552. évi ostromát, és azt ajándékozzák a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Az egyesület tagjainak egy része támogatta az indítványt, másik része azonban már csak a szegények felkarolásával kívánt foglalkozni. Heves vita bontakozott ki, amely az egyesület szakadásához vezetett. Az egyesületből kiváltak 1868-ban megalakították a Heves-Szolnok megyei árvaápolda és szegények dologházának nőegyletét, a Heves megyei jótékony nőegylet megrendelésére pedig Székely Bertalan megfestette az Egri Nők című alkotását, amely 1868-ban érkezett meg Egerbe. Itt a Liceum dísztermében állították ki, ahol egy hónapon keresztül tetszés szerinti díj mellett, majd egy héten át díjtalanul lehetett megtekinteni. Ezt követően lett elküldve a Magyar Nemzeti Múzeumba. Aszalai József nyugalmazott helytartósági titkár 1871-ben felajánlotta képgyűjteményét Bartakovics Béla érseknek azzal a kéréssel, hogy a Liceum Színház termét alakítassa át múzeumnak a képek számára. Az érsek a kérést teljesítette, és ezzel letette az Egyházmegyei Múzeum és egyben Eger első múzeumának alapját. 1893-ban Kovács Mihály festő özvegye több mint 100 darab festményt ajándékozott a múzeumnak. 1906-ban Pánti Endre nagyprépost hagyatékából 71 darab alkotással gazdagodott a képtár, köztük volt Dosszú-Dosszi, Faun és Nymfa című képe is. A múzeum másik nagy gyűjtemény egysége a régiségtár volt. Ebben Bartalos Gyula kanonok 1909-ben felajánlott régiséggyűjteménye volt a legjelentősebb. Ennek része volt az ő irányításával feltárt szépasszonyvölgyi honfoglaláskori leletek egy része is, és Aszalai Ferencnek, II. Rákóczi Ferenc titkárának Egerben megtalált levelezése is. 1950-ben a múzeum teljes anyagát állami kezelésbe vették, és a Liceumból elszállították a Butler házban, mert a Vármúzeum csak 1957-től működött. 1928-ban Szmrecsányi Miklós kérésére
aki Szmecsányi Lajos érseknek a testvére volt, a vallás és közoktatási miniszter engedélyével Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, 12 darab festményt adott át ideiglenes letétként az Egri Éseki Liceumi Múzeum számára. Ezek egyike Munkácsi Mihály Lovon ülő arab című alkotása volt. A letét megszüntetését Ortutai Gyula vallás és közoktatási miniszter kezdeményezte 1948-ban, amelyben az idősebb Markó Károly, Munkácsi Mihály, valamint a Locz Károly által festett képek visszajuttatását kérte. 1937-ben került a liceumi képtárba az érsek ajándékaként Szmecsányi Miklós hagyatéka, benne többek között egy Ligeti Antal és két Munkácsi Mihály alkotás, ezutóbbiak közül az egyik Szmecsányi Miklósnak volt dedikálva. A két kép a Honfoglalás című alkotásnak első és második színvázlata volt. Ezek 1924-ben az Egri Kaszinóban egy időszaki kiállításon már láthatóak voltak. Szmecsányi meg úgy jutott ezekhez a képekhez, hogy az 1880-as években, miután jogi tanulmányait befejezte, és művészeti tanulmányokat folytatott, ezt követően az Országos Képzőművészeti Társulatnak volt egy időben a titkára, és mint ilyen került ebben a pozíciójában ismerettségbe a festővel, olyannyira, hogy leveleztek is, és levelezésük a két világháború közötti időszakban kiadásra is került. Az épületben működött nyomda is. Ezt Barkóczi Ferenc püspök hozta létre, az általa tervezett nyilvános felsőfokú tanintézet kiegészítő részeként. 1755-ben meghívta Egerben Rúrjár Ferenc Antalt, aki a nyomdának tulajdonosa és egyben nyomdásza is volt. Rúrjár a nyomtatás megkezdéséhez szükséges kölcsönnek csak egy részét törlesztette le, Egerből történt távozásáig. Ehhez az adósághoz utóda Bauer Károly József újabb kölcsönöket vett föl a püspöki iskolától és magánszemélyektől egyaránt. Az évek során annyira eladósodott, hogy Eszterházy Károly püspök 1766-ban a tartozások fejében átvette a nyomdát, amely az államosításig az egyházmegye tulajdonában maradt. Mivel 1878-ig ez volt Eger egyetlen nyomdája, addig az időpontig minden helyben készült nyomtatvány innen került ki értelemszerűen. Így itt készült az első egri újság is 1837-ben, Héti lapok műtudomány és egyéb hasznos ismeretek terjesztésére címmel. Megjelenése elsősorban Jó János érdeme volt. Ennek a nyomdának volt a vezetője Tóth István, az első magyar nyomdai szaklapnak, a Gutenbergnek a kezdeményezője, amely itt jelent meg szintén 1865-től 1867-ig. Buzát Annát 1925-ben az Egri Gárdonyi Géza Társaság rendes tagjává választotta, majd a következő esztendőben megjelentette Óceán című verses kötetét, amely ebben a nyomdában készült, s amelynek előszavát Babits Mihály írta, aki így fejezte be azt. E könyvecske szerzője megint egyike azoknak, akik nem okulva elődeik sorsán a csodálatos tollat megérintették. Kívánom, hogy a tiszta szépségek illetése bőkárpótlást nyújtson rabságáért, s elmondhassa ő is a régi rajongás idézett szavaival. Az én igám édes, az én terhem gyönyörűséges. Buzátan 1926-ban megözvegyült, fia közben Pesten folytatta tanulmányait, ezért a fővárosban béreltek lakást. Leánya Pápai Klára néven a Nemzeti Színház tagja lett. 1951-ben kitelepítették fiával, menyével, unokájával együtt Dombrádra. A halál is számkivetetként érte. Egyik unokája, Bánfi György színművész gondoskodott arról, hogy Hanvai az Egri Bazilika kriptájában nyugodjanak. Ez az a hölgy, akiről az előbb beszéltem, akinek Babits Mihály írta az egyetlen verses kötetéhez is az előszót. Itt közel 10 esztendővel korábban látjuk 1917-ben, mert ugye a kötet az 1926-ban jelent meg. Ez pedig maga a kötet lenne, amiről szó volt. Ez az a verseskötetnek ez a címlapja már amennyire látható. Ott van alul, hogy Eger 1926-ban is, hogy a Gárdonyi Géza Társaság kiadása. A nyomdához még annyit, hogy itt jelent meg a kezdettől fogva a sokszor csak Egerként emlegetett helyi újság is, amelynek a kiadóhivatala és megjelenés idejének nagyobb részében a szerkesztősége is ebben az épületben, illetve az itteni nyomdában működött.
Az egyetemnek épült líceumban az idők során az oktatás mellett számos egyéb funkció is volt. Múzeumról, nyomdáról, kiállításról, meteorológia állomásról, tanfelügyelőségről, könyvtárról már szóltam. Most néhány további funkciót is szeretnék megemlíteni. A helytartó tanács 1809-ben a líceumot az egész tanévre katonai kórház céljára foglalta le, majd később 1849-ben előbb magyar, majd osztrák katonai kórház működött az épületben. Az épületben állandó jelleggel létezett funkciók egyike a lakáscélú használat volt. Már a tervezéskor 12 paptanár és az igazgató, valamint inasaik részére kellett erről gondoskodni. Az idők során olyan közismert személyek laktak hosszabb, rövid ideig a líceumban, mint például Kandra Kabos, Bartalos Gyula, vagy dr. Nagy János a későbbi kanonok, hogy csak az utcanévadókból említsek meg néhányat. A főszékes egyház a mai bazilika építésének ideje alatt itt volt a műhelye Markó Casagrandénak, aki itt készítette el a templom részére megrendelt alkotásait. A reformkorban itt volt elhelyezve a földszinten a vármegye fegyvertára. Az 1830-as években azt írták erről, hogy a könyvsajtó raktára, sőt a vármegyei fegyvergyűjtemény is egy-egy nagy termet foglal el. Az 1850-es években viszont már az olvasható erre vonatkozólag, hogy azelőtt a megyei fegyvertár is a líceum épületében volt. Az 1850-es évek első felében a színházteremről jegyezték fel, hogy szomszédságban van a színterem jó nagy nézőhellyel és színpaddal, melyen azelőtt a tanulóifjúság, utóbb műkedvelők és rendes színésztársulatok is játszottak. Az idők folyamán az épületben több festőművésznek is volt műterme, mint például Balkai Pálnak, vagy Kovács Mihálynak. 1902-ben Hubert János, az EGRI Bolk kiállítás elnöke azt kérte, hogy a líceum első emeleti folyosóját is igénybe vehesse a Bolk kiállítás céljaira. Az érsek engedélyezte is ezt. Az első világháború idején a líceumi nyomda egyik raktárhelységét a város közellátási hivatala használta raktárhelységül. És hogyha már annyit beszéltem intézményekről, termekről, akkor most egy kicsit szeretnék kitérni azokra is, akik itt dolgoztak az épületben. Néhányat szeretnék megemlíteni azok közül, akik itt tanítottak, itt dolgoztak, vagy éppen itt végezték tanulmányaikat, vagy legalábbis azoknak egy részét. A sort Brezna Imrével kezdeném, aki 1891-ben a tanítóképzőben kapta meg első oklevelét, majd 1895-ben Samassa József ugyanide hívta meg tanárnak. Innentől kezdve 1930-ban történt nyugdíjazásáig itt is tanított. Jelentős a helytörténeti munkássága, számtalan egyesületben tevékenykedett, és több helyi lapot is szerkesztett. Ő volt az EGRI dobószobor megcsei alakjának modellje. Csizmadi Andor, a kiváló jogász, jogtörténész 1946-tól 49-ig tanított Egerben, ahol a magyar katolikus jog és államtudományi karon a magyar alkotmányjog tanára volt. Az intézményben ő szervezte meg a szociográfiai intézetet. Danielik János jogliceumi igazgató volt, az akadémia tagja, akinek széleskörű irodalmi munkássága van. 1853-tól 1855-ig és 1872-től 1888-ig az érseki könyvtár prefektusa volt. Jókai Mór róla mintázta Fekete gyémántok című regényében Sámuel apát alakját. Lénát János a fiú felső kereskedelmi iskolában tanított, bizonyára nem csak én emlékszem rá, hanem még nagyon sokan az itt levők közül, és együtt került ide Angyal Lajossal, valamint Scheffler Mihállyal, a szatmári püspök öccsével együtt. Lénát János egyik kezdeményezője volt az Egrivár 1925-ben kezdődött tervszerű ásatásainak. Pályár Antal költő 1847 áprilisában az érseki tanítóképző tanára lett. 1844 februárjának második felében Egerben jártakor őt kereste Petőfi Sándor, de Pályer ekkor már Füzesabonyban volt segédlelkész. Répási János Gárdonyi Géza magyar tanára volt, aki valóban megmutatta az írót magyarból. Verseket írt, és egy verses kötete is megjelent. Somos Lajos 1930-ban került a tanítóképzőintézet tanári karába. Majd 1938-ban az intézet igazgatójává nevezte ki Szmecsányi Lajos érsek. Kiváló pedagógus volt.
Tárkányi Bélát samassai ések 1879-ben az éseki liceumi nyomda prefektusává nevezte ki. Zsaskovszky Endre orgonaművész volt, akit Liszt Ferenc a londoni Viál kiállítása is meghívott, mint Magyarország képviselőjét, de Zsaskovszky egészségi állapota miatt nem fogadtatta el a meghívást. A Líconban jogot tanult, majd Prágában orgonálást. A tanítóképző intézet tanára volt. És most rátérnék néhány diákra. Bárány István jogász, úszó sportvezető. 1925-től az Egri Éseki Jogakadémia hallgatója volt. 1924-től 1932-ig szerepelt a magyar válogatottban. Elsősorban 100 méteres gyorsúsászban ért el eredményeket, pályafutás alatt összesen 27 magyar bajnoki címet szerzett. Csíki Sándor ügyvéd, kormánybiztos, majd országgyűlési képviselő volt. A Líceumban filozófiát hallgatott, majd 1820-tól ugyanitt jogot tanult. 1885-ben az addigi speciális utcát róla nevezték el. Az érdekesség az, hogy Csíki Sándor ugye akkor még élt, tehát élő szeméről neveztek el akkor egy utcát. Gárdonyi Géza a Líconban tanult diákok közül a legközismertebb. Itt tanult jogot a fia, Gárdonyi József is. Remenyik Zsigmond író írta, a város és környék jobb polgárgyermekei, köztük mi is, a Líceumba jártunk. Tittelpál csillagász azok egyike, aki nem csak tanított a Líceumba, hanem tanulmányait is itt végezte egy részben. Zsaskovszky Endréről már az előbb szóltam, aki nem csak itt tanított, hanem tanult is annak idején. Végül, hogyha már személyeknél tartunk, akkor talán érdemes kitérni egy kicsit azokra is, hogy kik voltak a Líceumnak az érdekesebb, híresebb, emlékezetesebb látogatói. Az angol Robert Townsend 1793-ban járt Egerben. A Líceumról ez olvasható útleírásában. Az egyetem pompás, és nem csak a lehető legszebb, hanem az intézmény céljának is remekül megfelel. A tanárok lakásai kényelmesek, az osztályok, a termek, a kápolna, a könyvtár és az előadóterem igen fényűző. Kazinczy Ferenc több alkalommal is megnézte a Líceumot. Eszterházy idejében, mint kassai iskola felügyelő járt az épületben, és 1789-ben azt írta róla, hogy az szinte teljesen üresen áll. Emlékeztetőül hagyd tegyem hozzá, hogy ez az az időszak, amikor II. József rendeletére mindenféle felső oktatási intézményt megszüntettek, és csak az alsófokú oktatás működött a Líceumban. Kazinczy Egri látogatásának emlékét őrzi az Egri Könyvtár című költeménye. Később Pirker János László ések idejében többször is járt a városban, és lefordította magyarra az érseknek a Szenthajdan gyöngyei című művét, amely 1830-ban jelent meg. Ennek nyomtatása idején az első ív elkészülte, után feleségével együtt érkezett Egerbe. A könyvtár vendégkönyve szerint ekkor megtekintették a Líceumot is. 1821. november 12-én többekkel együtt Kossuth Lajos is beírta nevét a könyvtár vendégkönyvébe. 1829. szeptember 5-én Vörös Marti Mihály is megörökítette itteni látogatását. Bajza József így írt költőtársa útjáról. Vörös Marti a múlt héten ment utazni bugáttal Heves, Borsod vármegyébe. Maga Vörös Marti röviden csupán ennyit jegyzett fel saját útjáról. Volt a Megerben és a Szentkúti búcsún. Széchenyi István, a legnagyobb magyar, egy gyöngyösen töltött éjszaka után 1845. szeptember 28-án érkezett Egerbe. Ő maga így írt erről. Korán indulás Egerbe. Jó utak. Tűrhető idő. Idejében Egerben. Lévai kanonoknál. Mindent megmutat. Beszédek és pohárköszöntők. Tiszteletét teszi a városi tanács. Líceum nagyszerű. Tárkányi Béla így írt erről a látogatásról. Elérkezésem előtt vagy 2 órával eltávozott. Egy pár órai mulatás alatt megnézte Eger nevezetességeit, a templomot, a várat és a Líceumot. A Líceumban különösen a könyvtár ragadá meg figyelmét. Soha nem hittem, úgymond, hogy hazám egyik provinciális városában ilyen szépen rendezett kincset találjak. Ezen kívül a könyvtár boltozatára festett kakkeri freskó csodálta, miben Kazinczy Ferenc is elragadtatással gyönyörködött. Széchenyi most először volt Egerben, s jelenléte az egész város műveltebbjeit átrezzenté, s miután elment, ki őt hírből vagy műveiből ismeri, szívből sajnálta, hogy nem láthatta a most élő legnagyobb magyar hazafit.
1857. szeptember 4-én Ferenc József Egerbe látogatott. Ebéd után megtekintette a líceumot is, ahol a királyi látogatás emléke külön vendégkönyvben lett megörökítve. Kodály Zoltán az 1940-es években is járt Egerbe, hiszen, mint tudjuk, erre későbbi sor került. Ekkor az egri nevelők köre középiskolai kórusok közreműködésével ünnepséget rendezett a líceum udvarán. Egyik tanítványa, Huszti Zoltán karnagy egyebek mellett ezt írta az eseményről. Az ifjúság és a közönség összecsendülő lelkes ünnepségének hatása alatt a mester a karnagyi emelvényről néhány sokat mondó köszönő és buzdító szót mondott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eger egy soknevű város. A hivatalos elnevezése mellett a latin agria, és a német erlaú a legelterjedtebb. Kevés ismert két másik azonosítója, pedig az elnevezések alapjául szolgálókok ma is helytállóak a keletkezésük óta történt változások ellenére. Az egyik a kis magyar Róma, amelynek legkorábbi említését Eszterházi Károly püspök idejéből ismerjük. Ez az elnevezés a város egyházmegyei központ szerepéből sarjadt. Kisváros sok templommal. Ennek alapján keletkezett a hasonlat, válogat, mint egriek a templomban. Nevezték Egert magyar Athénnak is, ami iskolaváros jellegére és az ezzel összefüggő tudományosságára utal. Ennek a jelenlegi legkorábbi említése Madách Imrétől ismert, aki Tárkányi Bélához intézett levelében Egert új virágzásnak indult kis Athénnak nevezte. A 18. századi forrásokban a liceumra vonatkozóan használt Athénaum megnevezést az bizonyítja, hogy azt már az építtető Eszterházi Károly püspök idejében is a tudományok házának tartották. Ez utóbbi kifejezést később is használták az épületre. Ipolyi Arnold úgy fogalmazott, hogy a liceum, idézem, a tudományoknak, sőt a művészeteknek is egyik kitűnő hazai iskolájává vált. A két világháború között már az volt a vélemény, hogy a püspök megépítette a gyönyörű épületet, amely büszkesége és műkincse hazánknak, és a magyar Athén szimbóluma. A város művelődéstörténetének kutatása azt bizonyítja, hogy a 18-19. Század egri főpapjai által létrehozott iskolák alkották jobbára azt az oktatási intézményrendszert, amelyre felépült Eger, a latin agria, a német erlaú büszkesége, a magyar Athén. Ennek alapját a liceumban működött oktatási intézmények jelentették. Az épület helyi kulturális központ jellegét erősítette kezdettől az érseki könyvtár, a nyomda és a csillagvizsgáló, majd 1874-től a múzeum. A jogakadémia és a tanítóképző intézet tanári kara nem csak az épületben megszerezhető, ott elsajátható tudományt jelentette, szimbolizálta. A tanárok idővel kilépve az épület falai közül részt vettek a más társadalmi rétegek számára szervezett ismeretterjesztésben is, és többen közülük a helyi újság szerkesztői is voltak hosszabb, rövidebb ideig. Befejezésül szeretnék olyan életet kívánni valamennyiüknek, mint amilyen Leskó József liceumi könyvtárosnak és dr. Óriás Nándor jogakadémiai tanárnak volt. Az előbbi 100-esztendős korában kapta meg utolsó kinevezését, az utóbbi pedig 106 éves korában fejezte be földi pályafutását. A liceum jövőjére nézve pedig azt kívánom, amit az építetője írt róla egykor. Azon épületnek felállításával és az oskolának béhozásával az volt a legfőbb célom és kívánságom, hogy az tanuló ifjak idővel az ottan vett tudományokat a közjónak előmozdítására és kedves hazánknak hasznára és boldogulására velem együtt fordíthassák. És mielőtt még megköszönném figyelmüket, hagyj mutassak néhány olyan fotót, amit talán ritkábban látható, hogy a liceumot mi mindenen ábrázolták többek között. A képen egy utazó pohár látszódik már, amennyire lehet látni. Talán a kép egy kicsit csalóka, ez egy eléggé lapos pohár lenne, körülbelül 3 cm-es felső átmérővel. Ez az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején volt divatba. Vastag üvegfallal készült, és az utazások során használták. Érdekesség az, hogy a felirata az, hogy Székesegyház érseki liceum, hogy miért ez, azt nem tudjuk, de ez egy szép színes pohár, ami sajnos most a színei eléggé elfakultak, és nem igazán jön ki, de megpróbálom megmutatni egy kicsit közelebbről is. Talán itt egy picit jobban látszódik, hogy hogy ábrázolták annak idején ezen a poháron a liceumot, és a felirat is jobban olvasható, hogy Székesegyház érseki liceum.
Egy utolsó kép még róla, amennyire ki lehet venni oldal nézetben. Talán egy picit jobban érzékelhető az, hogy nem kerek alakú volt, hanem egy lapos ovális kivitelezésben került megvalósításra. Amit sajnos elég nehezen látható megint, ez egy levélnehezék lenne. Ennek a hátoldalán látható tulajdonképpen az ábrázolás, sajnos itt-ott már megkapott a sok használattól, de a felirata, ami azért, ha nem is olvasható, de talán látható a legalján, csupán annyi lenne, hogy egri emlék. Régi képeslapot biztos sokan láttak már, akár könyvben, akár más formában. Ezt mégis azért mutatnám be, mert ez egy olyan egri képeslap, ami külföldön készült. Méghozzá Berlinben. A képeslapnak a bal oldalán látható oldalt felirat, és ugyan nem olvasható el, de oda az van írva, hogy ez egy úgynevezett stengellap, amit Berlinben adtak ki, és az 1890-es évek második felében, illetve a századforduló táján készült, többféle változat is ismert belőle, és természetesen nem csak ez az egy készült egerről, de hát most miután a licomról van szó, ezt szerettem volna megmutatni. Egyébként mindez a képeslap, illetve ennek az eredeti, mind pedig az előbb látott tárgyak Tóth Lászlónak a gyűjteményéből valóak, akinek talán a neve onnan ismerősebb lesz, hogy ő az, akinek néhány évvel ezelőtt az egri képeslapokról készült könyve megjelent, és olyan nagy sikert is aratott. Hát ez egy hazafiasabb kivitel, ha fogalmazhatok így. Egy kicsit más szemszögből is mutatja az épületet. Egri Líceum Akadémia, ez a felirat van rajta. Az akadémia felirat az azt mutatná, tulajdonképpen arra utalna, hogy 1873-ban a vallási és közoktatási miniszter az összes jogakadémiát az egyetemen létező állami és jogtudományi karoknak a szintjére emelte, a doktorkreálás és az egyetemi tanárképzés kivételével. És miután az akadémiákkal került egy szintre, innentől kezdődően, bár az évkönyvekben sokszor Rigulicumot lehet olvasni, hivatalosan mégis jogakadémia volt a neve. És befejezésül egy érdekességet mutatnék. Ez egy kézzel festett, rajzolt képeslap lenne Egerről és ugye a Liceummal együtt. Nem adja ki igazán a színeit sajnos ennek sem, mert akkor jobban látható lenne az, hogy egy kicsi idealizált ez a kép, abban a tekintetben, ami bár este van éjszaka, az összes épületben, az összes teremben minden lámpa ég, mint hogyha mindenütt fenn lennének és mindenütt dolgoznának még akkor is. A valóságban egyébként nem egy szép képeslap, és inkább mint érdekességet, mint kuriózumot szerettem volna bemutatni. És ezzel megköszönöm valamennyi figyelmét.